Február 20-án emlékeztek meg a Fonyódi Kulturális Intézményekben a kommunizmus áldozatairól. Idén a 87 éves Hartmanné Nagy Klára jött Fonyódra, hogy felelevenítse az akkori borzalmas eseményeket. Őt 14 évesen azzal a váddal hurcolták el Szibériába, hogy a szovjetek ellen kémkedett az amerikaiak számára. A képtelen vád következménye az lett, hogy 10 év kényszermunkára ítélték. Klári néni mesélt a szibériai évekről, majd arról, hogy később Kazasztánba vitték, ahol Sztálin halála után enyhült a nyomás, és 1953 végére hazahozták sokat magával. Az itthoni évek sem voltak sokkal könnyebbek, hiszen több mint 3 évtizedig kirekesztett állampolgára volt hazájának, még csak beszélni sem volt szabad ezekről az évekről. Fiatalságát lopták el tőle, 9 évet töltött szomorú rabságban. Klári nénivel Nagy Nép Intér Jolán beszélgetett, akinek szülei szintén a gulág rabjai voltak, s most alapítványokon keresztül próbál segíteni az egykori foglyokon. február 17-én került bemutatásra, legelőször itt Fonyódon a Veltó Trading Kft. Jóvoltából a Veltó One elnevezésű kisteherautó. Az autó 2 éves magyar mérnöki fejlesztő munka eredménye, amely kifejezetten kommunális célú gépjárműnek készült. Mi mai emberek azt mondom, hogy folyamatosan forradalmat élünk át, ami állandó megújulásra késztet bennünket. A 80-as években a kommunikáció forradalma, hisz mindenki emlékszik még a 80-as évek elején, még a vezetékes telefonra is várnunk kellett, majd a 80-as évek vége felé már elkezdtek megjelenni az első társadalmi mobiltelefonok. Ez egy teljesen elektromos kivitelű jármű, 5,5 kW-os, azaz kb. 8 lóerős villanymotor hajtja. Egy közel 3 négyzetméteres rakfelülettel rendelkezik, és ezen a rakfelületen 1000 kiló, tehát 1 tonnás súlyt képes elvinni. Egy feltöltéssel terheléstől függően 70-100 kilométeres hatótávra képes. Ami ugye annyit jelent, hogy egy általános például önkormányzati vagy kommunális célú járműnek naponta vagy 2 naponta is elegendő a töltése. Ez egy teljesen új technika, ugye megújuló energiaforrásokat használ magához a működéséhez is, illetve a töltése is célszerűbb olyan önkormányzatoknál elhelyezni elsősorban, olyan helyeken, ahol már vannak napelemes rendszerek. De mivel a feltöltése kb. 250-300 forint egy éjszaka, ezért azoknál is megéri, ahol nincsen ez még kiépítve. Az eltérítés pedig most mutatkozik be, tehát a 2 éves fejlesztő munka és az engedélyezhetési eljárások most zajlottak le, úgyhogy a kis autó itt Fonyódon először most mutatkozik be, és tervezzük a később során az országos értékesítését. Jelenleg ez az egy típusú gépjármű rendelkezik ezzel a technológiával. A plató kialakítása moduláris rendszerű, amit 2 ember akár 3 perc alatt teljesen le is tud cserélni. Átalakítható sima platósra, billenőplatósra, használható ételkiszállításra, hulladékszállításra, valamint átalakítható locsolókocsivá is. Minimális a fenntartási költsége. Az akkumulátorokra 1 év garanciát vállalunk, a magára a gépjárműre pedig 2 év garanciát vállalunk. Napi 300 forintos összeggel elműködtethető, 80-110 km-en keresztül, tehát nagyon gazdaságos, költséghatékony, csendes, és méreteiből adódóan sok helyre be tud menni, sok strandra, sok olyan helyre, amelyik belvárosi rész, szűk utcákra kényelmesen el lehet vele közlekedni. Egyrészt, hogy ezzel a technikával, ezzel a módszerrel megismerkedhettek, nagyon nagy hasznát fogjátok venni a későbbi életetekben, hiszen a felsőoktatási tanulmányok azok ilyenfajta tudásszerzésre alapoznak, másrészt a diplomaszerzésnél is ugyanez a módszer lesz majd, ami a végső pontot teszi föl a felsőoktatási tanulmányokra. A kerettantervi változások lehetővé tették, hogy a Mátyás Király Gimnázium tanmenetébe beépüljön a gazdasági és pénzügyi kultúra ismereteinek tanítása. Fakultáció keretében zajlik a 11. és 12. évfolyamban a gazdasági ismeretek oktatása, ami érettségi vizsgatárgyként választható is a diákok számára.
a mai alkalommal egy projektbemutató keretében a vállalkozások működését dolgozták fel 7 csoportban a diákjaim. Gyakorlatilag ezután fogjuk ezt a témakört elkezdeni. Ez egy ilyen ráhangolós dolog, nyilván az önálló munka, illetve hát majd a jövő évi érettségi írásbeli vizsga, aminek előfeltétele, hogy egy projektet kell készíteni, ez fogja helyettesíteni az írásbeli vizsgát, és most egy kis gyakorlás, persze ez csoportmunka keretében, ott viszont majd egyedül kell nekik teljesíteni. Választhattak témaköröket, amiket hát én állítottam össze ennek keretében, és ez most már egy jó másfél hónapos munka van mögöttük, elkészültek az írásbeli produktumok és prezentációk, ezt most be fogják mutatni, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, szükség esetén segítettem őket a kidolgozásban, javításban, kiegészítésben, de nagyon ügyesek voltak, és azt gondolom, hogy nagyon tartalmas, szép munkák készültek, most nagyon izgulnak, én meg izgulok értük, hogy nagyon szépen tudják előadni azt, amit összegyűjtöttek és megformáztak. A fakultáción résztvevő diák a felsőfokú oktatási intézményekbe való felvételihez választják a tárgyat. A gazdaságtudományi pályára készülő diákok számára a matematika a kötelező érettségi tárgy, a választható tantárgyak között első helyen szerepel a követelmények között a gazdasági ismeretek tantárgyból tett sikeres érettségi vizsga. A gazdasági ismeretek igen érdekes tantárgy, és a mai világban nagyon hasznosnak is bizonyul, hogyha a pénzügyhöz értenek az emberek, főleg mivel, hogyha érettségi után kikerülünk az életben, akkor is első dolgunk lesz például számlát nyitni, és utána is a további boldoguláshoz például lakásvásárlás, vagy egyéb vállalkozásba kezdés, esetleg a továbbtanuláshoz is szükségünk lehet hitelre, és ezeknek a buktatóit, illetve hátrányait ismernünk kell. Hogyha valaki el tudja dönteni, hogy milyen vállalkozást szeretne indítani, illetve ezt jól dönti el, hogy milyen terméket, esetleg szolgáltatást szeretne nyújtani az embereknek, akkor ezzel jelentős jövedelmet, illetve profitot tud termelni, ami végül is a célja a vállalkozás megszervezésének. Nagyon határozottan beszélsz a vállalkozásról és annak beindításáról. Ilyen terveid is vannak az iskola után esetleg? Apukámnak is egy országos kutfúró cége van, és apukám után lehetséges, hogy majd lesznek ilyen terveim. És az ő mindennapjait látva ez sokkal jobban tetszik, mint elmenni egy céghez dolgozni. Én megnéztem, hogy hova szeretnék tovább tanulni, és mivel ez kell hozzá, ez érdekel, ezért választottam ezt igazából. Nyilván érettségi tantárgynak is, de a továbbtanulásom szempontjából is. Merre fogsz tovább tanulni, akkor ebből fakad a kérdés? Hát egyetemre szeretnék menni, még nem tudom, hogy melyikre, de közgazdász szeretnék lenni, marketing, kommunikáció rész. Van-e valami plusz információ, ami eddig kiderült számodra a képzés során? Hát persze, mert igazából úgy sok fogalmam nem volt az egészről, de sok információval gazdagodok, és nekem ez nagyon tetszik, tehát hogy én nem bántom meg ezt az egészet. A projektbemutató rendezvény része annak a tudatos programnak, hogy a gimnazisták számára is korszerű gazdasági, pénzügyi, vállalkozói ismereteket nyújtson az intézmény. Ez a képzési irány jobbára a szakképzésben van meg, a gimnáziumok kevésbé foglalkoznak vele. A Mátyás Király Gimnázium ezzel is kitűnik a többi gimnázium közül. Azt gondolom, hogy az embernek a magánélet, tehát az nem a szappanopera, tehát hogy az nem az a fajta érdekesség, hogy most ez történt, meg ez történt, aztán lapozom, mert holnap meg más lesz érdekes, meg tehát ez a 15 percig érdekes valaki, nem. Nem ettől szeretnék érdekes vagy érdektelen lenni, hanem attól esetleg, amit csinálok. Számos hírességgel találkozhattunk már a Feng Shui galériában. Dr. Fausz Terézia meghívásának most Für Anikó, a Jászai Mari díjas, érdemes művész és meg annyi érdemmel elismert és kitüntetett művésznő tett eleget. Szenvedéllyel mesélt balatoni emlékeiről, érzelmekről, melyeket a Balaton és a táj vált ki belőle. 16 éven keresztül meghatározó volt az életem egy szakaszában a Balaton, konkrétan Balaton Boglár, és hát
hogy mondjam, ide kötött mindenféle szép bensőséges élmény, de az jutott eszembe, hogy méltán lehetünk büszkék erre a csodálatos tavunkra, a magyar tengerre, mert tényleg, ahogy így jöttünk, és a viadukton így jobbról így megkapja az ember azt a látványt ott a Tihanyi félszigettel, az mindent visz, csodálatos, tehát, hogy kicsi, de csodálatos ez a Balaton. És az jutott eszembe mindig, hogy hogy azt mondják, az északi part az esetleg patinásabb, vagy valamilyen, hogy mondjam, bensőségesebb hangulat, nem annyira turistás, vagy ahogy szokták mondani, mint ez a déli part. Én meg erre szoktam mondani, hogy lehet, nem tudom, mert az északi parthoz nem sok szerencsém volt életemben, egészen pontosan kicsikoromban. Viszont szerintem az lehet a probléma azzal, hogyha valaki az északi parton tartózkodik, mint akkor, amikor Párizsban felmegyünk az Eiffel-toron tetejére. Tehát így körülnézünk, gyönyörködünk a látvány, és valami nagyon hiányzik, hát az Eiffel-torony. Tehát szerintem ez így van, mert hogy a déli partról, például ott a Boglári Szabadstrandról, ahogy az a látvány úgy orba veri az embert, az csodálatos. Tehát ott a Badacsony szemben Révfülöp, szóval az mindent visz. Jelenleg 3 színházban 9 színdarabban játszik. Szenvedéllyel mesél a munkájáról, a közönségtől kapott szeretetről, és mintha még ennyi szerep, munka és elismerés után sem hinné el, hogy őt valóban ennyire szereti a közönség. Most mutattuk be még az Anyám tyúkja 2-t, ami hát kötelező irodalom, versek. Nagyon érdekes ezt megélni, mert ezzel találkozni, az Anyám tyúkja 1 volt, ami különösen meglepő volt, mert hát mondtuk, hogy jó, hát más se csinálunk egy díszletben, egy tornácos háznak a díszletében, ugye, hogy a magyar irodalomra képileg is valamilyen szinten utalva. Mondjuk ezeket a, hála Isten, majdnem mindenki által jól ismert verseket, és hát kételkedtünk benne, hogy ez most akkor milyen lesz a fogadtatás, hogy mi lesz. Na most, akiket a legnehezebb lekötni, megfogni, megérinteni, a 10 éves korosztály is olyan, mint a popkoncerten lettek volna, olyan ovációval búcsúznak az előadástól, és hát nagyon, nagyon nehéz, nem engednek le bennünket a színpadról. De ez igazán tényleg felemelő élmény, és azt hiszem az ember ezért csinálja ezt, amit csinál, mert vagy valami, nem kell semmi, csak az ember odaadja magát, meg a gondolatait valami jó irodalomhoz, és akkor tulajdonképpen annak ilyen a hatása. Nem véletlenül találták fel ugye már több ezer évvel ezelőtt a színház intézményét, mert ez az ott is akkornak az élménye, pláne egy mulandó ember életében az szerintem igazán katartikus, a legtöbb, ami történhet egy emberrel, egy tartalmas pillanat. Közvetlen természetes jelenség. A közönség találkozón beavatta a jelenlévőket a gyermekkorába, pályafutásának részleteibe. Életvidám és tele van tervekkel a jövőre nézve. Odaadóan kitárta magát a Fonyódi közönségnek, és átadta magát a kérdéseknek. Ezúton köszönjük, hogy ellátogatott a Feng Shui galériába, és egy újabb élménnyel gazdagította a jelenlévőket.